Curse of Noxramas, a Hearthstone adventure. Nagy szeretettel köszöntöm a mai Hearthstone Noxramas Heroic Mode újabb ellenfelének a műsoránál a kedves nézőket, és a mai ellenfelünk Heigande Unclean, és hát most épp a lapválasztást látjátok, és hát varlokkal próbálkozok legyőzni egy varlokkot, vagyok ilyen galád, és szerencsére úgy nézem, hogy jól állítottam össze a paklimat, mert idáig szerencsés a kezem. Mondhatni. De hát majd Heigande Uncleannek a különleges képessége az, hogy a csatatéren lévő minionokra random valamelyikre sebez 3-at. És hát így nehéz életbe tartani a lent megtalálható minionokat, és annál is inkább, mert hát azért, mint látható, neki is van pár lap letéve, úgyhogy először azokkal is meg kéne birkózni. Nem egyszerű, de talán menni fog. Na, most el fogjuk pusztítani az egyik démont a kezéből, mert hogy a lapunk, amit most használtunk, azt elpusztít egy démont, és plusz 5 healthot ad a hősünknek. És most szerintem van egy 3 manás kártyám, ami 4-et sebez, és azzal el fogom pusztítani az egyik díszviteljét. Azt hiszem azt a jobboldali démon kellene, igen. És nem működött a képessége, nagyon jó. Ennek az volt a különleges képessége, hogy ha leütik, akkor egy démon elővesz a pakliból, vagy a kézből, azt hiszem a kézből. Most nem vágom így fejből, mert azért elég sok mindent meg kell egyezni, de azért... Na, és egy újabb szerencsés lap. Hellfire, ez mindenre sebezni fog. 3-at. De ez pont elég volt ahhoz, hogy megtisztítsam a csatateret. És talán most már nekem is lesz esélyem. Na nézzük. Egy Surge Champion, hát ez majd később lesz jó. És hát ilyen Battle Cry lapokat próbálok meg használni. Ezekről azt kell tudni, hát most leraktam, és akkor lesz még egy kártya mellette. Így legalább 50% esélye van a túl életben maradásra. De hála az egynek pont a nagyobb HP-ú kapta a 3 damage-et, úgyhogy ő még egyelőre érekbe marad, és a... Hát Heigan úgy gondolta, hogy telepakolja a kezünket kártyákkal, úgyhogy így ezzel kellemesen el fogunk szórakozni. De elpusztított az egyik jószágomat, és lerakott egy tauntot. Viszont már 8 manánál járunk, úgyhogy bőven fog tudni mit lerakni. Hát csak az a kérdés, hogy mit kéne. Szerintem azzal a 2 manással ő 3-at sebez, úgyhogy elpusztítottam a tauntját, leraktam ezt a műlokkot, ami kinyom magából még egy műlokkot. És még leraktam ezt a meket. Neki a különleges képesség az, hogyha leütik, akkor lesz a helyén egy random kártya. Néha elég érdekes dolgokat tud ledobálni, de hát na most egyelőre megteszi. És hát egyelőre még mindig vannak kártyáim lent a csatatéren, úgyhogy örülök. De már csak a mekem. Ja, mondjuk ami démonokat lerakott, az hála a jóistennek nem tudnak egyelőre még támadni, csak a szövetséges démonoknak a HP-ját növelik, és mivel hát ilyen köd van rajtuk, ez azért van, mert ilyenkor ők nem támadhatóak, rejtve vannak lent a pályán, magyarán. Hát leraktam a Sword Wish Champion-t, mert abból szerintem baj nem lehet, csak előbb húzzak egy lapot. Hát jó, marad a Sword Wish Champion. És megyünk Heigánra. Csökkenteni kell a HP-ját, mert de még idáig nem sok mindent tettünk ez ügybe. És most lemásolja a Sword Wish Championomat, és adott azoknak a nyomorúságoknak így egy atakot. Oj-oj. Oj-oj. Már szerencsére a hősömet támadja, és nem engem. Úgyhogy ezzel fogok még tudni trükközni. Na nézzük, mihez kezdjünk. Most lerakjuk ezt a Mind Control teket. Ha 4 vagy annál több ellenséges minion van lent a arctéren, akkor egyet áthúz hozzánk. Mondjuk úgy, hogy átállt. Meg jobb is itt nálunk. Igen, és most akkor a Sword Wish Championünkkel kellene valamit csinálni. Hát ő plusz 1 atakot és egy healthot ad, úgyhogy szerintem a championről szépen rányomom. És még van egy egymanás kártyám, ami annyit tud, hogy egyet sebez egy általam kiválasztott ellenséges minionra, vagy hősre, azt hiszem. Úgyhogy, hát most ezzel szépen így rányomunk, aztán meg fogjuk támadni a Sword Wish Champion-t a Sword Wish Championnal.
Ezzel az övét leütjük, de a miénk az még egy HP-val életben marad. Úgy van, és hát leütöttem az egyik, még atakkal rendelkező minionját, így már megint nem tud támadni. És most már az én oldalomon is van egy olyan démon, amit adja a HP-t. Hát csak az a kérdés, hogy meddig fog ott lenni. Szegény Sword is champion. Pedig de jó lett volna. Marad még egyáltalán minionom? Na. Hát, nem is az igazi, de azért ennek jó. Le fogunk rakni egy ilyen medúza-szerű valamit. Mi ez? Valami varangyvizé Hellarnál. A lényeg az, hogy ő kettőt ad a hősnek is, meg a minden szövetséges minionnak, plusz két healtot. És szerintem húzni fogok még egy kártyát. Mert most még nem nagyon van olyan lap a kezemben, ami jó lenne. Úgyhogy kell egy kártya. Reményem szerint a pakliból pont egy olyat fogok kapni, ami számomra megfelel. És Drain Life. Ez tökéletes, mert kettőt tudok sebezni az ellenséges minionra, plusz kettő HP-t visszatölt. Úgyhogy leütöttük azt a csúnyaságot, meg most már azokat az életerő adó démonokat is elkezdem szépen legyepálni. A szegény Mincontrol tekem, és az örök vadászmezőkre költözött. Na most mit évők legyünk? Le kéne ütni azt a nyomorúságot, de hogy? Á, tudom már, megtámadom ezzel, aztán lerakok még egy ilyen medúzát. Mi ennek a neve? Á, nem láttam. Duskier Hellár, vagy valami ilyesmi. És lerakom őt. És még húzni fogok egy lapot a pakliból. Bár lehet, ezt előbb kellett volna, de mindegy. Hát, lehet, hogy most csak így elpazarékolom. Na nézzük meg. Azt mondja, azt nem tudta egyelőre leütni. Most már leütötte. És kijött egy taunt a kezéből, amit majd a valamivel le fogok ütni. Szerintem azt az egymanás kártyát fogom használni, mert ő plusz 4 atakot és plusz 4 healtot ad egy kör erejére a kiválasztott minionnak, viszont a kör végén el is pusztítja majd azt a miniont. Szegény. De arra jó volt, hogy elintézze ezt a tauntot, és csak le kéne ütni azt a démon, mert nem jó az ott. Hát lerakom ezt is, belserkel meg őt is, hogy legyen laplen dögivel. Jó, leütöm azt a impet is, és még egy damage-et beviszünk a hősnek, és vége van a körnek. Hát elpusztult a jótevőnk, de szerencsére más áldozat nem lett egyelőre. Ne is le kéne őt ütni. Ó! Na most mit évük, legyünk van 12 HP. Hát szerintem a 3 manás kártyámmal ő plusz 1 atak és plusz 1 healtot ad. Fel fogom erősíteni azt a disznót. És a disznóval, meg a 2-1-es minionommal, ami lent van, azzal lenyomom ezt a démont. És a maradék fiúkák azok meg el lesznek. Mint a befőt. Ne nézzük, igen. És lerakom még ezt a Nurbian tojást is, meg őt is. Neki az a különleges képessége, hogyha kártyát húzok, akkor 2 plusz 2-vel fog erősödni. Úgyhogy ez egy elég jó lap. Ó, elpusztította a Hellaromat. De hála égnek most egy olyan impert lakott le, ami őt is sebzi, úgyhogy hamarosan vége lesz, hölgyeim és uraim, a játékunknak. Hát csak az a kérdés, szerintem a... ezt még nem használom. Hanem lerakom majd a tojást is. Azt leütöm, húzok egy lapot, így erősítem a másik jószágomat. Ó, csodálatos, még vissza is fogom tudni tölteni a HP-mat, ha szükség lenne rá, de úgy látom nem lesz rá szükség. Na, nézzük meg a következő kört is, hogy mi baj lehet. Jaj, hölgyeim és uraim, remélem tetszett ez a rövidke kis epizóda. Hearthstone Naxxramas heroic módjából. És igen, ennyi volt a kör, úgyhogy már be is viszem a végzetes csapást. Köszönöm a megtekintéseket, találkozunk a következő epizódba. Sziasztok, jó mulatást mindenkinek!